Győr megyeváros nevében a győri művészet szerető és színház szerető győri közönség és különösen Borkai Zsolt polgármester úr nevében szeretném megköszönni önöknek a 16-17-es évadot. Önök elképesztően sok munkával, majd igazgató gondolom részletezi, estéről estére az elmúlt szezonban is összefonták a lelküket a győri közönséggel. Rózsavölgyi László az Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke köszönte meg a társulat kiemelkedő munkáját. Majd Forgách Péter igazgató az évadot röviden összegezve elmondta, számos bemutatójuk óriási sikert ért el. Kiemelte a Vélkor, Suli Bérlet előadását, a Pál utcai fiúk című darabot, amely iránt akkora az érdeklődés, hogy a tervek szerint a jövő évadban nem csak a kisfaludi teremben, hanem a nagy színpadon is játszani fogják, havonta egyszer. A Pál utcai fiúk az olyan produkció, ami a Vélkor Suli Bérlet történetében nem volt még ilyen őrület, és hát tényleg 1800 foglalásunk van jelenleg, amit nem tudunk teljesíteni, ezért döntöttem úgy, hogy minden hónapban le fogom vinni egyszer a nagyszínpadra, ami azért az ötször annyi nézőt fogad be. Hát nyilván igyekezzünk el, hogy azért azt a hangulatot, azt a világot azért ide varázsoljuk, ami nem lesz könnyű, munka lesz benne, de akkor azt az 1800 foglalást le tudjuk vinni mondjuk 500-ra. Mint ismeretes, Győr pályázik az Európa Kulturális Fővárosa 2023-as címre. Június 10-én a város kulturális intézményei mutatkoznak be a Széchenyi téren. Ezt az EKF napot a Primadonnák szabadtéri előadásra zárja. A darabot egyébként a Poszt közönsége is láthatja június 13-án Pécset. A társulati ülés végén köszöntötték a nyugdíjba vonuló kollégákat, Molnár Etelka Ilona és Koblinger Éva férfi szabókat. Örökös tag lett Bonrád István, az asztalostár vezetője, és Ás Gyula, Jászai Mari díjas színész. Majd pedig Gasztonyi László, a Kisfaludi Alapítvány elnöke, átadta a 30 év alatti művészeknek járó Kisfaludi ösztöndíjat. Idén ezt Nagy Juhanna és Kisfaludi Zsófia kapták, akit a győri közönség Lara szerepében ismerhetett meg. A Dr. Zsivágó című musicalt nyáron mutatják be a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Dr. Zsivágó egy mérföldkő az én életemben. Ez az első igazán komoly, nagy drámai főszerepem, és egy igazi drámai hősnő. Csodálatos szerep, Lara Antyipova szerepe, egy szenvedélyes nő, akiért tulajdonképpen három férfi küzd, vagy hogy mondjam, három férfi szerelmes belé, és nagyon izgalmas színészi kihívás az, hogy hogyan lehet megmutatni a három különböző viszonyt, a három különböző férfi az, hogy hogyan viszonyul. Mint ismeretes, a Győri Nemzeti Színház meghirdette szeptemberi nyílt napját, Best of Kisfaludi terem mottóval. Forgách Péter igazgató azt is elmondta, hogy szeptember 8-án első alkalommal Győröt tartják majd az Országos Színházi Évadnyitót, mely a Kaszás Attila díját adó este zárul.